Aki tehette, az bukovinai székely viseletet öltött magára Szent Mihály napján. A szombati ünnepség a vaskúti Szent Háromság templomban kezdődött, ahol a Szent Misét a Mária Gyüdről érkezett Keresztes Andor esperes plébános szereplálta. Ma megemlékeztek itt Vaskuton a Fogadj Isteni búcsúról, amit az őseik Fogadj Istenbe, és itt Vaskuton is Szent Mihálykor tartottak. Ez nem csak a templomi közösségnek volt az ünnepe, hanem a családoknak is volt az ünnepe, hiszen székelyeknél nagy a rokonság, mindig tartották a búcsút, eljöttek, ebéden vettek részt, közös mulatságon, majd lementek a faluba, a búcsúba. Ez egy közösségi aktus is volt. Az intenzív eső miatt a közeli temetőben található kopjafához az ilyenkorra megszokott zászlós felvonulás és az ősökre a megemlékezés elmaradt, így a társaság a templomból a rendezvényterembe vette útját, ahol a szervező Vaskúti Székelyek Egyesületének tagjai fogadták a vendégeket. A legkisebb településről Fogadj Isten zömében Vaskútra telepedtek le a háborút követően. Talán egyetlen egy bukovinai csoport, aki közösen, egységesen jött át, és ezt a Fogadj Istenből való elvándorlást megőrizték a mai napig. Igaz, hogy közben családok bővültek, házasságok születtek, elköltöztek, beköltöztek, némileg módosul ez a létszám, de mindenképpen a Fogadj Isteni csoportot képviselik a bukovinai székelyeken belül. A helyi székelyklub tagjai elsősorban a hagyományos ételek készítésében jeleskednek évek óta. A tegnapi napon egyesületünk apraja nagyja itt volt, közel 40 ember dolgozott itt tegnap, az előkészületektől, a káposzta fonnyasztástól kezdve, a káposzta töltésig, a teremrendezésig, a dekoráció elkészítéséig, és hát lelkiekben is készültünk erre az ünnepre. Szent misével, énekkel, tánccal ünnepeltek, majd az asztalra került 2000 galuska, számtalan házisütemény, és a pálinka sem maradt el.